Köszöntöm a nézőket. A mai köztérben a 6-os számú választókörzetet ismerhetik meg egy kicsit jobban. A vendégem a stúdióban Breyer Éva, a területnek az önkormányzati képviselője. Köszöntöm itt a stúdióban nálunk. Én is köszöntöm, jó eset kívánok a nézőknek. Hát már nagyon-nagyon régóta képviselő ott ezen a területen, 15 éve, tehát most a másfél évtizeden mondhatjuk azt, az azért nagyon nagy idő. Vissza tud még emlékezni arra, hogy annak idején miért vállalta, miért indult el az önkormányzati képviselő? Abszolút. Én 2002-ben kerültem be első alkalommal a testületbe, akkor listáról. Már akkor is Maroshegyen éltem. És 2006 előtt el kellett gondolkodnom azon, hogy a vállalkozói világot ott hagyjam-e a politika világáért, és hogyha komolyan veszem a politika világát, akkor én azt gondolom, hogy a legnagyobb megmérettetés az, amikor az emberek valaki mellé a voksukat leteszik. Így aztán tulajdonképpen az egyéni döntésem volt, és a politikai közösségem felé ezt tolmácsoltam, hogy lássuk, hogy ez sikerül-e. Ha sikerül, akkor talán hihetem azt, hogy van itt dolgom. Ha nem sikerül, akkor viszont vissza kell mennem a saját cégemhez, és nyilván családanyaként, gyerekekkel, több gyerekkel az egzisztencia, az is egy fontos kérdés. És akkor 2006-ban elindultam, megkaptam a felhatalmazást. Hozzáteszem, nem gondolom, hogy ez akkor az én érdemem volt, inkább szerintem szólt az ellenfelemnek a nemére, hogy őt már nem akarták, aki akkor azt megelőző 4 évben regnáló képviselő volt. De talán a következő és az azt követő választás, talán már egy picit hihetem azt, hogy akkor ebben benne van az én munkám, az én tevékenységem, az én látásmódom. És hozzá kell, hogy tegyem, hogy engem a családomban Évikének senki nem hív, mert tudják, hogy nem szeretem, de rettenetesen büszke vagyok rá, hogy a maroshegyieknek, akik engem ismernek, nem képviselőasszony lettem a számukra, hanem engem úgy hívnak, hogy Évike. És akkor mondta, hogy a vállalkozói lét és a politika között kellett valamelyest választani 2006-ban, de akkor ez egy jó választásnak bizonyult, 15 év telt el azóta. Hogy egzisztenciálisan jó választásnak bizonyult, én arról most nem szeretnék beszélni, bár azt gondolom, hogy talán megérett, vagy lassan megérik az idő arra, hogy erről is őszintén és tisztán beszéljünk ebben a társadalomban. Én azt látom, és nekem az a tapasztalatom, hogy a képviselői munka az egy komoly munka. Az lehet, hogy ez 30, 40, 50, 60 évvel ezelőtt azt gondolom, hogy más volt, hiszen a világunk maga is más volt, a világ is változott, azt gondolom, hogy a politika is változott, remélem, hogy a politikai kultúra is változik, és egyre minőségibb lesz. Én arra nagyon büszke vagyok, hogy abban a csapatban, aminek én a tagja vagyok, Cserpalkovics András polgármester úr vezetésével a politikai kultúra tényleg nagyon sokat javult, és én azt gondolom, hogy rá is fért. De ez egy komoly főállás. Tehát más a világ, nagyon sok mindenhez kell érteni, mélyépítéshez, magasépítéshez, klímához, zöldhöz, hogy annyira összetett és annyira bonyolult, és hát a közgyűlési munka is, ami most sajnos szünetel, és hát meg kell mondjam, nagyon hiányzik a személyes kapcsolat a képviselőtársaimmal is, tehát egyszerűen ez egy nagyon komoly dolog, ebbe ugyanúgy bele kell tenni energiát, időt, de mondom, hogy ez egy hosszabb beszélgetés tárgya. Szerintem lassan meg kell írni a társadalomnak arra, hogy erről is tisztán és őszintén beszéljük, és rakjunk ebben rendet. Úgyhogy, ha nem pénzügyileg nézem, akkor nem tudom azt mondani feltétlenül, hogy ez megérte, viszont magát a képviselői munkát, azt szenvedéllyel szeretem. És hát az embernek a munkája az nem árt, hogyha a szenvedélye is egyben. Ugye 15 év, az már elég nagy idő. Milyen volt Maroshegy akkor, amikor elkezdte a képviselői munkát? Mi mindenben látott ön változtatni valót például? Hát ebben a számomra van egy irtozatosan nagy ellentmondás. Ugye mi Maroshegyre azért költöztünk, mert én egy kicsit egy olyan természetközelébb helyet szerettem volna a gyerekeimnek megadni, amiben nekem is lehetett részem, főként a nyári nyaralások alkalmával egy kicsi fehérmegyei faluban.
Én úgy gondoltam, hogy nem árt, hogyha a gyerekeim tudják, hogy a paradicsom nem egy multinacionális kereskedelmi cégnél terem, hanem földben, és egyáltalán milyennek a folyamata. Én nem szerettem volna, és nem bántam, ha gyerekeim látnak élőben tyúkokat, tudják, hogy a tojás az hogy alakul. Tehát volt ebben egyfajta tudatosság is, és ha így utólag visszanézek, ezt a gyerekeim meg is kapták. A friss levegőn levést, a mezőjárást, átmehettek a szomszédomhoz, Józsi bácsihoz, és összeszedhették egy kis kosárba a tyúkok alól a tojásokat. Ugyanakkor persze egy megyejogú városban vagyunk, egy megyejogú városban természetesen a fejlődés az sok mindent jelent. Azt 2006 óta, mióta én vagyok Maroshegyen a képviselő, én semmi olyan döntéshez nem járultam hozzá, ami a városrésznek a beépítettségét növelte volna. Viszont 2006 előtt az elődeink hoztak olyan döntéseket, amiknek tulajdonképpen a látható jelét ma érezzük. Ilyen például egy nagy beruházás, ugye az úgynevezett harmatos völgynek a beépítése. A pénzügyi válság ott a 2008-as éveknél ezeket a döntéseket egy kicsit nem tette láthatóvá, hiszen nem indultak be az építkezések, viszont most mindannak a támogatásnak köszönhetően, amellyel a kormány törekszik arra, hogy gyermekek szülessenek, és a családokat próbálja segíteni, azoknak a hatása most látható, úgyhogy Maroshegy most nagyon erőteljesen épül be, és ennek rengeteg-rengeteg következménye és vonzata van. De az nem is baj egyébként, hogy harmatos földj kialakult, hiszen azért sokan nagyon vonzónak találják ezt a Maroshegyet, tehát ezt a városrészt. Sokan vannak akkor tényleg most kisgyerekesek is. Így van. Talán, de ez nyilván már nincs értelme visszatekinteni, hiszen akik Maroshegyet lakóhelyükkel választják, őket nagyon becsüljük, örömmel fogadjuk őket, és nyilván a maroshegyi közösséget erősítik. Én talán egy kicsit nagyobb egyensúlyt tartottam volna a beépítettség és a zöld környezetnek az arányában. Miután ez így történt, ezért ma már nagyon-nagyon kevés olyan városi tulajdonban lévő területünk van, amiben gondolkodhatunk, márpedig amikor egyre növekszik a lakosságszám, főként családos, gyermekes családok költöznek Maroshegyre, akkor szükségünk van szabadidő, eltöltésre alkalmas lehetőségekre, sportolásra, játszó lehetőségekre, játszóterekre, és hát ebben most próbálunk nem elvenni nagyon sok zöldet, hanem azon dolgozni, hogy tájépítészekkel, természetvédelmi szakemberekkel, hogy mindezeket a lehetőségeket úgy tudjuk megadni, hogy a zöld környezet ennek nagyon nagy mértékben ne lássa kárát. Tulajdonképpen ennek egyik lépése, hogy pár héttel ezelőtt elindítottuk a kicsi maradék meglévő zöldjeinknek a természeti védettsége nyilvánítását. És akkor majd ennek biztosan lesz, tehát majd hallani fogjuk akkor ennek a hatását, hogy mi minden változik majd. Hát ugye Maroshegyen van még egy ős mocsár, ami Fehérvár régi mocsarából egy darabka, a Medgyesi Zágoni Kovásznai utcák által határolt terület. Ennek az ősmocsárnak a természetté nyilvánítását elindítottuk. Mellette van egy tölgyes, egy nagyon szép tölgyesünk. Ennek a természetté nyilvánítását is elindítottuk. Talán ha a harmatos völgy másképp dőlt volna el annak idején, egy kicsit átgondoltabban a zöld környezet tekintetében, akkor lehet, hogy felszabadíthattuk volna azokat a beerdősült területeket, amelyeknek a tulajdonosainak nyilván egy jogos igénye, hogy szeretnének profithoz jutni, hiszen a saját magántulajdonukról beszélünk. Viszont így, hogy a harmatos völgynek így dőlt el a sorsa, így ma már nagyon meg kell becsülnünk azt a zöld területet, ami még ebben a pillanatban van. Miért gondolt arra, hogy fontos lehet, hogy ez a mocsár megmaradjon? Nagyon nagy szerencséje van a városnak, mert nagyon jó természetvédelmi szakemberei vannak, és most már tájépítészünk is van kiemelt státuszban, és az ő segítségükkel ők mindig nagyon pontosan fölhívják a képviselők figyelmét arra,
hogy a klímaváltozásban melyek azok a zöld területek, amelyeket mindenképpen védetté kell nyilvánítani. Úgyhogy az ő segítségükkel tártuk ezeket fel. Madarak költőhelyei, és még hosszasan sorolhatnám. És hát szükségünk van a zöldre. Nem térkövezhetünk le mindent. Felszíni csapadékvízelvezetésben nagyon nagy jelentősége van. Hajlamosak vagyunk az életnek azokat az egyébként nagyon fontos dolgait, ami egy kicsit úgy háttérbe tolni. Aztán, amikor pillanatok alatt leesik egy hatalmas nagy eső, akkor persze bajban vagyunk, mert akkor ugye jönnek a messenger üzenetek, az SMS-ek, az e-mailek, hogy képviselőasszony, baj van, áll a víz itt is, ott is, amott is. Sokkal nagyobb probléma ez ma már, mint amit a mindennapjainkban, amennyit beszélünk róla. És hát nyilván, hogyha egy ilyen hatalmas nagy fejlesztés elindul, családi házak épülnek, térkövezünk, akkor ezek a vizek utat találnak maguknak. A víznek nagyon nagy ereje van, tehát nagyon sok mindent kell végig gondolnunk, amikor területfejlesztésekről beszélünk. Most ugye lesznek utcák, amik azért megújulhatnak, például a járdák, ugye az Aradi és a Nagyszebeni úton is tervezik, hogy megújulnak majd a járdák. Hát tulajdonképpen 2006-tól én nem egy-két évre néztem előre, hanem hosszú évekre, és stratégiában gondolkodtam. Az egyik fő stratégia az volt, hogy az a méltatlan utcakép és az a minőség mindenképpen változzon és javuljon, ahogy én 2006-ban átvettem a körzetet, úgyhogy már akkor elindítottunk egy azóta is folyamatosan zajló út- és járdafelújítást. Ha valaki megnézi a 2006 előtti szilvamagról készült fotókat, vagy megnézi a Temesvári utca régi fotóit, a Nagyszebeniét, a Brassóiét, és még sorolhatnám, hát meg kell mondjam, hogy saját magam számára is egészen elképesztő, amikor két ilyen képet egymás mellé teszek, a mait és a régit, és magam is elcsodálkozom, aki pedig szerves része voltam ezeknek a folyamatoknak és ezeknek a döntéseknek, hogy édes Istenem, hát nagyon-nagyon másképp nézünk ki, hála jó Istennek. Most ez a jövő, tehát hogy mi az, amit szeretnének, de ugye nem olyan régen azért a Balatoni úti felüljáró is megújulhatott, és a Vásártér utcai felüljáró is megújult. Miért volt erre szükség? És hát azért viszonylag rövid idő alatt az meg is valósult. Hát ott nagyon-nagyon sürgős beavatkozás kellett, ami elég komoly költséggel is járt, de nem volt más választásunk. Maroshegy ezért földrajzi helyzeténél fogva elég speciális, hiszen ha jól belegondolunk, akkor bár a stadion felül is nyilván megközelíthető a városrész, de hát azért főként a Balatoni úti felüljáron keresztül vezet az út. Nagyon-nagyon régi felüljáróról beszélünk. Amikor ez a felüljáró megépült annak idején, akkor nyilván nem arra a forgalomra épült, mint ami ma található az utcáinkon. Úgyhogy azonnali és sürgős beavatkozásra volt szükség. De hosszú távon pontosan azért, mert lehet, hogy 10 év múlva is más lesz az utakon, mint van ma 2021-ben, ezért tervezőasztalokon sokkal távolabbra látunk. Több olyan elképzelésünk is van, akár az Úrhidai útnál lévő lefelhajtó megépítésének a fontossága, akár a Bakony utcai átkötő, ahol a tervezések már komolyan zajlanak, és már forrásra várunk. Ezeknek a bekerülési költsége olyan magas, amit városi költségvetésből, önerőből nem fogunk tudni megvalósítani. Ehhez mindenképpen szükség lesz állami segítségnyújtásra, de hát most már zajlik a déli összekötőnek a beruházása. Tehát én azt gondolom, hogy a folyamatábra megvan, az a fontos, hogy ez egy folyamatos kivitelezéssel járjon. Mert hogyha egy kivitelezés folyamatos, ezt látjuk Maroshegy utcáin is, azért is jön most az Aradi, mert az a következő olyan nagyon hosszú utcánk, ami nagyon rossz állapotban van, de mivel nem úgy valósítjuk meg ezeket az utcafelújításokat, hogy csak egy aszfalt koporréteget ráteszünk a jelenlegi nyomvonalra, mert azt gondolom, hogy így már nem érdemes. Ilyenkor, mint a Brassói utcánál is, vagy a Temesvárinál is történt,
meg kell nézzük, hogy milyen állapotban van az ivóvízvezeték az út alatt, milyen állapotban van a szennyvízvezeték az út alatt, és bizony, ha szükséges, akkor azt már érdemes kicserélni. Ezt így tettük eddig is a Nagy utca felújításoknál, így kívánjuk az Aradinál is. Meg kell nézni a felszíni csapadékvízelvezetést, azt rendbe kell tenni, mert sajnos rendezetlen, tehát hogy nagyon komplexen kell nézni, ezek nagyon komoly műszaki tartalmúak. Ezeket meg tudjuk csinálni városi költségvetésből, viszont azokat, amelyek a város egészének a közlekedését segítik, benne Maroshegyét is, azoknak a volumene már olyan magas, hogy ahhoz már mindenképpen állami segítségnyújtásra szükség van. Akkor ezt majd várjuk, amikor majd megvalósul. És akkor a vásárhelyi lakóteleppel mik a tervek? Ha jól tudom, akkor ott is lesz azért fejlesztés. Hát ugye ez a megnövekedett forgalom azt jelenti, hogy megnövekedett a személygépkocsi tulajdonok száma. Hogyha járunk, elünk, harmatos völgyről beszéltünk, ugye ma már főleg ahol fiatalabb, de felnőtt gyerekek vannak, azért nem ritka, hogy egy családban akár két személygépkocsi van, nehogy Isten három. Tehát nagyon-nagyon megnövekedett a személygépkocsi tulajdonszám, és ez bizony a lakótelepeken is más gondolkodásmódot igényel, úgyhogy nagyon nagy igény van ma már térkövezett parkolókra, hiszen egy lakótelepen nem mindenkinek áll rendelkezésére garázs, így van ez a vásárhelyi lakótelepen is. Úgyhogy most elkezdjük majd szakaszosan, mert több épületről beszélünk, először megterveztetni ezeket a parkoló kialakításokat, és hát remélem, hogy amikor a Covid-ból talán feljövünk már annyira, hogy a város költségvetése is szépen lassan, szakaszosan, de egyre jobban erősödik, akkor remélem, hogy szépen sorban a kivitelezésre is sor kerül. Fontos, hogy a lakótelepeinken az életminőség jó legyen, ehhez nyilván hozzátartozik a parkoló is, de mint ahogy a rádió lakótelepen megkezdtük, ezt a nagyon szép térkövezett járda kialakítást most ezt folytatni fogjuk a Sára Gyula program keretében, illetve elkezdődik az épületek közötti régi, igen rossz állapotban lévő aszfaltos járdának szintén szépen sorban a felújítása is. És hát ha marad a lehetőségeinkből, a pénzügyi lehetőségeinkből, akkor nagyon szeretném még az idei évben egy picit fejleszteni a játszóteret, új játszóeszköz kihelyezésével. Ha már itt említi a játszóteret, ugye sok kisgyerekes család költözött ki Maroshelyre, és szerintem még fog is kiköltözni. Ha jól tudom, akkor terveznek bölcsödét is. Így van. Igen, ez azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lépés, hogy Maroshegynek lesz egy új intézménye. Ráadásul a Városfejlesztési Kft. Építészei, tervezői tervezték az épületet. Azt gondolom, hogy egy nagyon szép 21. századi épület jön létre, köszönhetően Erdélyi Lászlónak és a csapatának, és a szépségét azt úgy értem, hogy kifejezetten egy bölcsődéhez nagyon méltó játékos épületben gondolkodtak, aminek én külön örülök, és nem csak vizuális módon, hanem funkciót is kap ez a játékosság, hiszen három darab napsárgára megálmodott gömb épület is része lesz az épület együttesnek, amelyekben különböző játékos funkciók és a gyerekeket szolgáló funkciók kerülnek elhelyezésre. Mikor a tervezik, hogy olyan bölcsőde megnyithatja a kapuit? Hát erre én most felelősséggel időpontot nem merek mondani. A tervek készen állnak, államtól kapunk ehhez az építkezéshez egy jelentősebb támogatást. Hát én nagyon-nagyon remélem, hogy hosszú éveket erre nem kell várni, és hát bizton állíthatom, hogy ez a bölcsőde biztos, hogy tele lesz, hiszen látjuk, hogy az óvodánkat, amit egy-két évvel ezelőtt bővítettünk, bár őszinte leszek, én ugye a polgármesterként dolgoztam az óvodai területtel is, én nem voltam soha, és ma sem vagyok nagy létszámú gyermekintézménynek a híve, de Maroshegyen ez elkerülhetetlen volt, 280 fős az óvodánk. Ahogy látjuk, Mészáros Attila alpolgármester úrral, akihez most tartoznak az óvodák alpolgármesteri feladatként, az idei évben is el fogjuk tudni helyezni azért azokat a gyerekeket, akik Maroshegyről szeretnének a maroshegyi óviba jönni, de hát éppen hogy, ezt meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon ki vagyunk húzva,
Úgyhogy mind az óvodánk, mind az iskolánk, és mind a bölcsődénk azt hiszem, hogy teltházas lesz, annak ellenére, hogy ha a város egészét nézem, akkor minden intézményünkről azért ez nem mondható el. Nyilván van egy csökkenő gyerekszám, de hát most éppen a városnak a szélén lévő városrészekben van területfejlesztés okán nagyobb létszám, és a belvárosi intézményeink azok, ahol egy kicsit csökkennek a számok. Ez viszont arra egy jó lehetőséget ad, hogy csökkentsük a csoport létszámokat az óvodán belül, ami nekem is régi vágyásom volt, és nagyon örülök, hogy most ezt a tendenciát fogjuk követni. Ugye mondtuk már ezt a bölcsödét, az óvodát, volt szó már egy kicsit a játszóterekről, említett a szabadidőparkot is, de lehetséges-e, hogy lesz valamikor egy szabadidőpark, hiszen ezen a területen azért tényleg nagyon sok kisgyerekes család él? Hát én már egy-két évvel ezelőtt polgármester úrnak mindig folyamatosan mondtam, hogy azt hiszem, hogy megérett az idő arra, hogy Maroshegynek is legyen egy nem pont olyan, mint ami a Túrrózsákin van, és nem irigyeljük az öreghegyektől, mert én senkitől semmilyen fejlesztést és beruházást nem irigyelek, hiszen mindannyian a fehérváriakat is szolgáljuk a városrészünk mellett vagy azon túl. De hogy Maroshegyen is szükséges volna már egy ilyen, sajnos előrébb tartanánk, ha nem jön ez az őrült világjárvány, és ugye ennek gazdasági hatásai is vannak sajnos a városra nézve is. Minden esetre most beadtunk egy futópályára egy pályázatot, elnyertük ezt, úgyhogy ez most Maroshegyen kerül elhelyezésre, és erre nincs más területen lehetőségünk, hiszen ez közel 1 kilométer hosszú futópálya. Mintsem a Zaradi utca és a Nagyszebeni utca között van még egy nagyon nagy zöld területünk, amit egészen idáig óvtunk is. Bár néha voltak megkeresések, lakópark és különböző beépítésekre, de én ebben nem voltam sosem támogató. Úgyhogy most a város tájépítészével, a Városgondnokság természetvédelmi szakembereivel közösen gondolkodunk egy olyan koncepcióban, hogy ezen a területen, hát nevezzük kis sóstónak nagy túlzással, azt kell, hogy mondjam, de lényeg a lényeg, hogy valami olyat álmodjunk meg, és olyat hozzunk létre, ami zöldben van, mert azért erre a futópályára azt mondani a város polgármesterének, hogy köszönjük szépen, Maroshegy ezt nem igényli, ez nagyon nagy felelőtlenség lett volna. Tehát itt most nagyon meg kell mutatnunk azt, hogy képesek vagyunk egy olyan koncepciót gyártani, amiben a zöld is megmarad, nem taroljuk le, és egy olyan emberléptékű dolgot hozunk létre, amely a maroshegyi gyerekeknek, akár az óvodás csoportok is ki tudnak majd oda menni, csoportosan is, és meg tudjuk mutatni, hogy milyen állatvilág van jelen ezen a zöld területen, de a futópályát is le tudjuk tenni egy kicsit játékosan, kanyargosan, akár tudunk fásítani. Hát itt nyilván ez egy komoly tájépítési munka. Hát ebben a folyamatban most így az elején vagyunk, de nagy izgalommal veszünk részt benne. Akkor a pályázatot már beadták, de még nincsen eredmény? Hogy akkor... De már megnyertük, tudjuk, hogy megnyertük. A városnak is kell hozzátennie forrást. Úgyhogy hát ez most ez egy nagyon-nagyon komoly és nagy lépés lesz. Egyébként most egy picit megelőztem ennek a bejelentését, mert polgármester úrra lép a héten, pénteken fogjuk ezt bejelenteni. Hát remélem, hogy a maroshegyiek örülni fognak, mert Maroshegyen rengetegen futnak egyébként. És én akárhova mentem az elmúlt hetekben Maroshegyen, mindig megkérdeztem, sőt volt olyan, hogy futót megkértem, hogy álljon már meg egy pillanatra, és megkérdeztem, hogy ő örülne, hogyha Maroshegyen lenne egy ilyen futópálya. Úgyhogy remélem, hogy sikerül ezt úgy megalkotnunk, hogy a futóknak az örömére szolgáljon, Maroshegyet szolgálja, de akik a zöld iránt aggódnak, az ő aggodalmuk se legyen erős és nagy, ezért is gondolkodunk ebben a kicsit egyedi megoldásban. De akkor ez jó is lesz szerintem, mert ugye a Halaszban van egy futópálya, ugye a Bregyóban van egy futópálya, de ezen a városrészen ugye nem volt, és tényleg sokan vannak ott fiatalok, akik szeretnek futni. Így van. Szerintem biztos fognak neki örülni. Reméljük.
Igen. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárral is hát nagyon jó kapcsolata van önnek, mint képviselőnek, és nagyon fontos szerepet tölt be a Maroshegyen belül ez a, hát ez a kulturális központ, mondhatjuk így. Igen, épp most húsvét előtt volt egy közös akciónk, ha így tetszik, amikor is azzal hívtam fel a Gárdonyi Géza Művelődési Ház igazgató asszonyát, hogy ebben a nagyon szomorú időben és ebben a kicsit szomorú húsvétban, hogy egy ilyen vírusos helyzetben vagyunk, és ennek a vírusos helyzetnek is a legsűrűjében és a legtragikusabb részében, hogy egy pici mosolyt próbáljunk megcsalni az embereknek a szívébe, lelkébe, arcára. Úgyhogy most is volt egy ilyen közös tettünk, hogy földíszítettünk a szilvamagban és az orvosi rendelő előtt egy-két fát színes tojásokkal. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház abban a tekintetben egyedi, hogy az épület maga a város tulajdona, viszont még a 90-es évek eleje döntéseinek következtében a ház nem önkormányzati fenntartásban működik, hanem egy civil egyesület tartja fenn, és közművelődési megállapodás keretében támogatja a város költségvetéséből a háznak a működését. Hát hihetetlen, ami a házban folyik, az a munka, ami tulajdonképpen a mese köré épült főként. Ugye még Adorján Viktornak köszönhetően, és aztán később Iszkádi Erikának, és most Szilvási Grund Helgának, köszönhetően minden a mese köré. Meseíró pályázat, májusban szerveztünk mesenapot, már nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Létrejött a mesepontunk, tehát az éves nagy városi rendezvényünk a Böndörödő mellett a tavaszt a mese irányában képzeltük el. Hát ez most egy kicsit megállt. Ugye itt a vírus helyzet okán, bár a ház mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenféle online és egyéb módokon a közösségben tartsa az erőt és a lelket, de már most készülünk a háznak a dolgozóival arra, hogy hogy variáljuk át akár a nagy rendezvényünket, a Böndörödőt a vírus helyzet után, úgyhogy erről már az eszmecserék folynak. Nem különben pedig a háznak a felújítása is ugye még mindig, bár nem történt még meg, és hát a Covid ennek sem segített, de hát nekem feltett szándékom, hogy a Gárdonyi Géza Művelődési Háznak a megújítása megtörténjen. Nagyon nagy szüksége van a városrésznek erre a közösségi és kulturális intézményre, és hát mivel egy nagyon-nagyon régi épületről beszélünk, ezért a felújítás szükséges, bár hozzáteszem, hogyha gazdaságilag nézzük a dolgot, kifejezetten csak pénzügyi megközelítésben, akkor hát sokkal hatékonyabbak lennénk, hogyha egy új házat építenénk, mert ennek a háznak a rendbetétele sokkal többe kerül ma már. Különböző engedélyeztetések, és nem akarok ebbe belemenni, mert nagyon összetett és nagyon bonyolult, de különböző engedélyeztetések okán ezt a házat rendbe tenni rettenetesen nagy költség. Nem tudom, hogy a maroshegyiek mit szólnának ahhoz, hogyha inkább egy újat építenénk. Erről még nem is kezdtem el sem közösségi oldalon, sem egyéb más módon beszélgetéseket folytatni. Ha valamit el kell, hogy engedjünk, és le kell, hogy zárjunk, ugye ez mindig egy nagyon szomorú történet, de hát én úgy gondolom, hogy valaminek a vége mindig egy újnak a kezdete, tehát nekem lenne ehhez bátorságom, főleg, hogyha itt milliárdokról esik szó, és ezek a milliárdok közpénzből jönnek, úgyhogy ez egy felelősségteljes döntés. Hát ezt majd ezekben a hónapokban lassan majd meg kell hoznunk. És a helyszín egyébként, az új épület helyszíne, az maradna ugyanaz, ahol most van, vagy vannak már itt? Hát nem szaladtunk ennyire előre. Nyilván ebben a Covid borzalomban a polgármester úrral lévő kommunikációnk is más. Nyilván tudunk telefonon beszélgetni, de hát azért egy ilyen döntést meghozni, azt azért mégiscsak egy asztalnál lenne illő. Hát én nagyon remélem, ahogy látom, hogy az oltásokhoz hogy haladnak, és pont engem is a házi orvosom most hívott fel, mielőtt elindultam, de tényleg ez lehet, hogy hihetetlennek tűnik, hogy be tudok-e azonnal menni, mert akkor megkaphatom ma az oltást, de hát már nem szerettem volna ezt a
riportot és a többieket annak kitenni, hogy egy új időpontot beszéljünk meg, úgyhogy ezért erre holnap kerül a sor. Tehát én azt remélem és azt látom, hogy talán úgy haladunk, hogy azért egy-két hónap múlva hamarosan már egy asztal mellett is polgármester úrral ezekről a fontos kérdésekről fogunk tudni majd tárgyalni. Amúgy a lakossággal hogyan tudja tartani most a kapcsolatot? Hát az én telefonszámom nyilvános. Én mindig mindenkinek felveszem a telefont, hogyha éppen akkor nem tudom, és jelzi a telefonom a telefonszámot, én mindig mindenkit visszahívok. Természetesen e-mailen is, most, hogy megjelent ez a városrészi kis kiadvány, utána nagyon sokan jelentkeztek nálam, voltak nagyon kedves, hosszú leveleket is kaptam, tényleg, ahol leírták, hogy milyen javaslataik vannak, de köszönik a munkát, látják, hogy milyen erőfeszítéseink vannak, úgyhogy ez egy kicsit azért adott lendületet a kapcsolattartásnak, de hát ma már ebben az őrült közösségi média világban, ami az én generációmnak persze azért már kicsit furcsa, és hát a gyerekeim néha mondják is ilyen, nagyon kedvesen és szeretettel, de némiképp lesajnálóan, hogy anya, te ezt nem tudod olyan gyorsan és úgy, ahogy ezt kellene, de nagyon aranyosak, mert segítségemre vannak. Tehát ma már a messenger üzenetek világában a kapcsolattartás az tulajdonképpen nem probléma. Inkább azt sajnálom, hogy bár az idősek között is sokan ülnek ma már a laptop és a számítógép előtt, és tényleg nagy aktivitással facebookolnak, ha lehet ilyen nagyon csúnya magyartalansággal ezt kifejezni. De hát azért a lakossági fórumok nyilván hiányoznak. Azért én még most is megteszem, hogyha valaki jelzi, hogy van valami problémája, nehézsége, nagyon helyesen Székesfehérváron ugye nem lehet égetni, tavasz van, kint vagyunk a kertben, metszük a fáinkat, és hát az idős embereknek azért próbálok segíteni, próbálunk segíteni abban, hogy ha nem lehet égetni, akkor ezektől hogy lehet megválni, mert bizony tavasszal van olyan mennyiség, amit már a vignettával is nagyon nehéz leragasztani, átkötni. Ez most egyébként egy olyan ajtót nyitott ki előttem is, most az elmúlt hetekben a deponia igazgatójával és a városgondnokság igazgatójával is többször értekeztünk róla, sőt polgármester úrral is, gondolkodunk egyfajta olyan modellben, amit esetleg Maroshegyen el lehetne indítani. Nem egyszerű a téma, vásárolni akár pár darálót, azt mondjuk lakcímkártyával elvihetnék a maroshegyiek ingyen. Nem olyan egyszerű az ágdarálók kérdése, nagyon mélyen beleástam magam. Tudom, hogy milyen fajták vannak, tudom, hogy lehet őket használni, szóval nem egyszerű a kérdés, de az biztos, hogy most van egy olyan nyitott dolog, amire valamilyen megoldást találnunk kell, és most ezekben a hetekben is keressük ezt a megoldást. Tehát, hogyha szükséges, akkor akár maszkkal nyilván, maszk használattal, de van úgy, hogy hazafele be is megyek ide-oda, mert fölhívnak, mert kérnek, és akkor bekopogtatok. Próbáljuk tartani a távolságot, de azért nyilván ez nem az az időszak, mint ami egy normál helyzetben van, tehát egy kicsit másképp működik a kapcsolattartás is. Örülök, hogy azért a pandémia ide vagy oda, de hogy azért tudja tartani a kapcsolatot a lakókkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt itt a stúdióban, és megismerhettem én magam is, és a nézők is egy kicsit jobban a 6-os választókörzetet, Maroshegyet. Köszönöm szépen a meghívást! Kedves nézőink, a köztér vendége Brájer Éva, a 6-os számú választókörzet önkormányzati képviselője volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy megnéztek bennünket, viszontlátásra!